A mentelmi bizottság elnöke szerint Simon Gábor szándékosan közölt valótlan adatokat a vagyonnyilatkozatában. Az MSZP volt elnök helyettese ma sem jelent meg a bizottsági ülésen, így továbbra sem tudni a 240 millió forint eredetét. Közben a fővárosi főügyészség ismét nyomoz a 18. kerületi kötvénykibocsátás ügyében. Azt gyanítják, hogy kapcsolat lehet Simon pénze és a tranzakció között. Tehát ilyen rövid. Mindössze egy néhány soros levelet írt Simon Gábor a mentelmi bizottság elnökének. Tulajdonképpen az van a nyilatkozatban, hogy nem kíván megjelenni azon az ülésen, és a mai napon be fogja adni a lemondását. Érdemi kérdésekre nem adott választ. Vagyis továbbra sem tudni, hogy honnan származik Simon Gábor, mint egy 230 millió forintja, amelyet egy osztrák bankban helyezett el. A bizottság megállapította, hogy a valótlan adatközlés szándékosan elkövetett magatartás volt. Erre figyelemmel a törvény előírása szerint az elnök köteles haladéktalanul intézkedni az országgyűlés felé, az összeférhetetlenség megállapítása tárgyával. Az elnök elmondta, kezdeményezik, hogy az országgyűlés mondja ki Simon Gábor összeférhetetlenségét, amennyiben mégsem mond le. Nem vagyunk nyomozó hatóság. Az MSZP szóvivője szerint azért nem mentek el a mentelmi bizottság ülésére, mert azzal, hogy Simon Gábor lemond mandátumáról, kikerül a parlamenti vizsgálat alól. Simonnak nem csak a pártisztségeiről, hanem juttatásairól is, így az MSZP-től kapott szolgálati autóról is le kell mondania, amely egyébként még ma is a háza előtt állt. Minden lemondott párt tisztségével járó eddig meglévő juttatásáról természetesen le kell mondania, hiszen ez része volt, a juttatások részét képezték a pozíciónak. Innentől kezdve, hogy a pozíció, a tisztség megszűnt, természetesen mindenféle egyéb juttatása is megszűnt. De akkor volt egy szolgáltató, és ezt visszaadta, akkor ez nem egy szolgáltató? Ez azt hiszem, hogy folyamatban van ez az ügy. Erre csak nyomozás keretében van lehetőség. Közben a fővárosi főügyészség ismét nyomoz egy 18. kerületi kötvénykibocsátással kapcsolatban. Itt volt országgyűlési képviselő akkoriban Simon Gábor. A kötvénykibocsátást pedig ugyanaz a bank finanszírozta, amennél a volt szocialista politikus nyitotta számláját Ausztriában. A fővárosi főügyészség a megszüntetett ügyiratait hivatalból felülvizsgálta, és annak alapján elrendelte a nyomozás folytatását, mivel a két bűnügy között olyan tárgyi összefüggésre merült fel adat, amelynek ellenőrzése kizárólag nyomozás keretében lehetséges. A központi nyomozó főügyészség adócsalás és más bűncselekmények gyanúja miatt indított eljárást Simon Gábor ellen.